Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvég a legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Szombaton utazik a paralimpiára a kerekesszékes vívó Tarjányi István. A Fehérvár elleni 3-3-mal tért haza új stadionjába a Nyíregyháza Spartacus. A nyolc közé jutásért játszanak a kupában a vármegyebeli futballcsapatok. Átalakított kerettel készül a bajnokságra az NB2-es Mátészalkai női kézilabda csapat. Szombaton elutazik a párizsi paralimpiára Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója szeptember 3-án a kard, 6-án pedig a párbajtő szakákban méretteti meg magát. Egy nagyon hosszú időszak van mögöttem, és egy nagyon hosszú felkészülés. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettem azért, hogy jó formába kerüljek, beletettük a munkát, és remélem, hogy ez majd kifizetődik a paralimpián. Tokióban már indultál, tehát olimpiai, paralimpiai rutinod van. Mennyiben lesz más ez az olimpia, azon túl, hogy Európában lesz, nem pedig a tengeren túlon? Igen, és ez szerintem előny számunkra, mert hogy nem lesz időeltolódás, és akkor nem kell hamarabb kiutazni sokkal, nem kell akklimatizálódni, tehát ez ebből a szempontból ez jó. Párizsban most lesznek nézők, még ez lesz a különbség Tokióval szemben. Egész sok, sőt, teltház lesz, remélem, hogy ez majdnem fog megzavarni. 16-os a tábla, mennyire tudtál felkészülni mind a 15 ellenfélből? Megnéztük az ellenfeleket, tehát tudjuk, hogy ki milyen, mindenkivel vívtam már szinte, akik ott vannak, egy-két emberrel talán nem, sőt, az élmezőimbe tartozók közül pedig már szinte mindenkit vertem meg különböző versenyeken, világversenyeken. Ők is vertek már meg engem, tehát ezért kiszámítatlan az egész. Nagyon erős mezőny, meglátjuk, mi lesz, nem tudom. Szeptember 3-án lesz a kardverseny, 6-án a párbajtő. Te inkább a kardra hegyezted ki, gondolom, a formádat. Van-e kívánságlista az ellenfeleket illetően? Nem igazán van kívánságlista. Persze van olyan, akivel jobban szeretnék vívni, aki jobban fekszik nekem. Reméljük, hogy szerencse is majd hozzám fog szegődni. Meglátjuk. Hát nem tudom, hogy mennyire vannak stresszbe a többiek is. Tehát ez is számítani fog. Ugyanúgy számítani fog, hogy ki lesz a zsűri. Nagyon sok tényezős dolog ez. Állítottál-e magaddal szemben fel valami elvárást az eredményt illetően? Jól vívjak. És hogyha jól fogok vívni, akkor az ott, aznap bármi lehetséges. Az elmúlt hónapokban, amikor egy-egy világkupa kapcsán beszélgettünk, mindig elhangzott, hogy az csak egy állomás a Párizs felé vezető úton. Most viszont már ott vagytok Párizs kapujában. Milyen felkészülés után, milyen érzésekkel utaztok szombaton? A legfontosabb az, hogy nyugodt lelkismerettel utazunk, mert felkészültünk tisztességesen, jól sikerült a felkészülés, mindent megcsináltunk, amit lehetett, kellett. Volt két edzőtábor, Pécset volt egy és Gödöllőn, mindegyiket sikeresen végig tudtuk csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtak vagyunk. A világ 16 legjobb versenyzője lesz majd ott a mezőnyben. Gondolom, elemeztétek az ellenfeleket. Milyen út vezethet el egy remélt vagy vágyott éremig? Hát az út, az szeretnénk, hogyha egyenes lenne, de nyilván ez a legjobbak versenye, tehát ők is készülnek belőlünk, nem csak mi készülünk belőlük, tehát mindig lehet valamilyen meglepetés. Itt az a fő cél, hogy abból a napból a legjobbat tudjuk kihozni. Lehet érezni már egy-egy nap elején esetleg, hogy milyen formában, milyen hangulatban, milyen állapotban van István, amikor mondjuk reggel felkeltek, lementek reggelizni? Nagyjából lehet, de ez napközben is változhat, és lehet ezt alakítani is. Igyekszünk a legjobbat csinálni. Ugye nézők előtt rendezik majd a versenyt, a Grand Palais-ban az olimpián is volt, valószínűleg sok néző előtt, sok francia néző előtt. Mennyire befolyásoló tényező a hangulat? A hangulat az biztos, hogy pozitív tud lenni, bár itt igazából olyan körülményekre kell számítani, inkább mint egy futballstadionban, egy 8-10 ezer ember fér be, és meg is fog telni teljesen. Úgyhogy inkább arra kell készülni, hogy a hangzavar miatt a koncentráció, és ugye hallani a zsűri vezényszavát, hogy az ne zavarja meg a versenyzőket. Tűztetek-e ki helyezést célként? Hát azt tűztük ki, hogy abból a napból a legeslegjobbat ki fogjuk hozni. Két férfi kerekes székes vívó képviseli Magyarországot a párizsi paralimpián, az egyikük Tarjányi István, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője. Milyen útravalóval
ha lehet azt kérdezni, elvárással engeditek útnak Istvánt. Természetesen nagy öröm számunkra, hogy István személyében ismét egy olimpikunk van, bár a Rivalda fény egy kicsit átkerül most a paraolimpiára. Én bízom benne, hogy fantasztikus versenyzést fog produkálni ő. Nagyon jók az előzmények, rengeteg világkupán és világversenyen vett részt az elmúlt két évben István, és többé-kevésbé sikerrel jött haza. Érmeket szállított, így a kvalifikáció sem volt kérdés. Döntetlennél tért haza Újstadionjában Nyíregyháza Spartacus. Tímár Krisztián együttese az NBA egy ötödik fordulójában a Fehérvárt fogadta, és a mérkőzés 3-3-mal zárult. Egy komplex fejlesztés történt, ugye egy UEFA minősítésű modern foci stadion jött létre, de körülötte épült egy 630 méter hosszú, másfél méter széles rekordtámfutópálya, amit ingyenesen használható nyitvatartás időben mindenki számára. Sok gyereket hoznak ide a szülők edzésekre, és én azt remélem, hogy nem mennek el, hanem addig futnak egyet, amíg tart az edzés. És hát emellett egy szabadidős sportcentrum is megépült, kétszintes, ahol egyébként a kispályás foci bajnokság öltözői is ott vannak. Az ország egyik legnagyobb létszámú kispályás foci bajnoksága van Nyíregyházán, ezért a hadsalakos pályából 3-at átépítettünk műfűves pályává is. Hát ugye az egész kerítésrendszer, itt a villamos energiaellátástól a szennyvízig voltak problémák a távfűtés biztosításáig, tehát emellett régi adósságokat is kellett teljesítenünk, megvalósítani, ami nem olyan látványos. Ma már egy modern stadionban nem csak sportrendezvényeket rendeznek, mit lehet itt még csinálni, mire várhatják a városlakókat? Igen, ez is egy újdonság talán, hogy a lelátót úgy építettük meg, hogy két helyen mobil színpadot lehet létrehozni, azért, hogy itt lehessen majd nagy létszámú koncerteket tartani. Ugye megy a Vidor Fesztivál, már a Kossuth téren nem fér el annyi ember, aki feljönne, úgyhogy az a tervünk, hogy a következő években ide is szervezünk majd akár 10 000 fős koncerteket. A legjobb közönségcsalogató viszont egy jó szereplő futballcsapat. Polgármester úr, milyen szereplés vár, hogy milyen szereplés remél a Szmaditól? A legjobbat természetesen. Halljanak meg a pályán, tegyenek meg mindent a győzelemért bárki ellen, és a természetesen az a cél, hogy maradjanak az NB1-ben. Lehet azt mondani, hogy kibőtölte ezt a három évet a csapat, a város, a tulajdonos, milyen érzés visszatérni ebbe a csodálatos új stadionba? Hát az igazság, én ebben mindig bíztam, hogy új stadionunk lesz. Aki közelebbről tudja, azért egy pár éve ez már terve van. Hát az, hogy most lett kész, pont mikor NB1-be felmentünk, ez a csoda. De majd 9000 férnek a stadionban, az első meccsen teltház lesz. Lesz olyan szereplés a csapattól, hogy minden meccsen megtöltsék ezt a stadiont a nézők? Hát ez a nagy feladat, mert most már megvan mindenünk, nagyon szép stadionunk. Itt most már rajtam a felelősség, hogy egy olyan csapat legyen, amíg bemarad az NB1-be, ne talán komolyabb meccseket is meg fogunk nyerni, és folyamatosan ugyanezt a nézőszámot várom. Természetesen nem álmodozok, de egy ilyen 70%-ba gondolkozok a teltházzal kapcsolatban. A Fehérvár a mai ellenfél, erre a meccsre mit tippel, mit vár a tulajdonos? Hát az igazság, hogy ez most jó kérdés. Városban a 3 pontot nagyon megköszönném, megmondom őszintén, meg így is indulunk neki, de hát a meccs után meg fogom tudni mondani, úgyhogy remélem 3 pont, jó? A mérkőzés jól kezdte a Nyíregyháza. Eppel már a 6. percben megszerezte a vezetést, majd a 40. percben Kovács Réti megduplázta az előnyt. A 45. percben Gradisár szépített, így 2-1-es hazai vezetésnél mentek pihenőre a csapatok. A 64. percben Kovács Milán öngóljával egyenlített a Fehérvár, majd a 85. percben a menteni igyekvő Alakszai lábáról a nyíregyházi kapuba pattant a labda, így átvették a vezetést a vendégek. De csak 3 percig, mert Babics 3-3-ra módosította az állást. Ez is maradt a végeredmény, mivel a ráadásban Kovács Réti emelését a felső léc hárította. A fordulóban még 2 meccset játszottak, az Újpest 3-0-ra verte a Debrecent, a Diósgyőr pedig 1-0-ra legyőzte a Kecskemétet. A tabella élén a 100%-os Puskás Akadémia áll 12 ponttal. A 4 ponttal 11. Nyíregyháza vasárnap, amíg hibátlan Ferencvároshoz látogat.
elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa vármegyei második körének sorsolását. A legjobb 8 közé jutásért szeptember 4-én lépnek pályára a csapatok. Elítélt a 16-os mezőny, az elmúlt fordulóban 4 csapatot kiemeltünk, most ők is csatlakoztak, így 16-os csapat sorsolását tartottuk ma. Mikor lesz a forduló, és milyen szabályok alapján jutnak majd tovább a csapatok? A következő fordulót szeptember 4-én 16 óra 30 perctől rendezzük, és a szabályok nem változnak. Az a csapat jut tovább, aki győzött, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább, és a hazai pályát élvezik szintén az alacsonyabb osztályú csapatok, ahol azonos osztályú csapatot sorsoltunk össze, aki az előző fordulóban idegenben volt, az kerül a hazai pályára. Ha ebben sincs döntés, akkor az először kihúzott csapat lesz a hazai együttes. Azt még nem lehet tudni, hogy az országos főtáblára hány csapat kerül fel a megyéből. Az elmúlt évek alapján 6-ra lehet számítani, tehát az a 8 csapat, amelyik itt tovább jut, már jó eséllyel pályázhat a 6 hely valamelyikére. Lesz-e még idén forduló? Igen, még egy forduló lesz szeptember végén, és azért ragaszkodunk minden évben a 16-os mezőnyhöz, mert ebből tudjuk kialakítani az országos főtáblára jutók létszámát. Így abban reménykedünk, hogy a tavalyi 6 csapat ismételten lesz lehetőségünk, és így a most továbbjutó 8 csapat következő fordulót még lejátsza, akkor, ha 6 csapatot kapunk, a 4 továbbjutó, ez évben 4 továbbjutó már biztos főtáblás lesz, és a 4 vesztes csapatból pedig újra sorsolás után ki fog kerülni esetleg az a 2. Reméljük, ha nem, akkor pedig majd kitaláljuk, hogy milyen rendszerben. És azt se felejtsük, hogy a 2 legtovábbjutó csapat játsza majd a vármegyei kupadöntőt 2025-ben. Igen, ez hagyomány már, több éve így csináljuk, hogy nincs előírva központilag, de mi megrendezzük minden évben a vármegyei döntőt. Ebben az évben Tarpa Újfehértó mérkőzés volt. Reméljük, hogy a következő évben is végig tudjuk csinálni a kupát. Azt, hogy hol lesz pontosan, nem lehet kijelenteni. A kisvárdai pályát már 2 alkalommal igénybe vettük, meglátjuk, hogy következő évben melyik jó pályát tudjuk erre a célra felhasználni. Azt mondják, 2-szer nem lehet ugyanabban a folyóba lépni. A Bili esetében úgy tűnik mégis lehet, hiszen tavaly a Magyar Kupában a Tisza Szalkát vertétek, és a következő körben jött az Újfehértó. Most ugyanez a helyzet. Beszéljünk egy picit a mostani első Tisza Szalka elleni meccsről. Idegenbe kezdtünk, ugyanúgy, mint tavaly Tisza Szalka ellen. Hát a győzelmünkhöz most nem fért kétség. Egy sima 3-0-ás győzelmet sikerült idegenben aratni. Ugye az Újfehértó az már szintén egy keményebb falat lesz, nyilván magasabb osztályban vannak, más célokért, de megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani velük, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A sorsolás szerint Bili a pálya választó, de mivel Újfehértón játszottok, gyakorlatilag az Újfehértó lesz hazai pályán. Ismerős a közegettől független, ismerős a sporttelep, a stadion, mégis milyen meccsre számítasz, milyen taktikával lehet esély az Újfehértó ellen? Csak akkor lesz esély, hogyha a fiúk nagyon fegyelmezettek lesznek. Nem csak a védelem, hanem csapatvédekezésben mindenki oda teszi magát, és azzal a kevés eséllyel, ami lesz, azzal élünk. Mert ha azzal nem fogunk élni, akkor nem lesz esélyünk. Elkezdődött már a bajnokság is, az első forduló nem alakult túl jól. Milyen célokkal vágtatok neki ennek az idénynek? Én úgy gondolom, hogy most ez a Pannonia csoport nagyon erős lesz, több csapat is a dobogóért küzd. Hát titkom, mi is reménykedünk benne, de így, hogy Kálló semmilyen visszalépett, meg pár csapat erősödött, azért így az első 5-be szeretnénk ott lenni, függetlenül attól, hogy az első meccs így elúszott. Kivel játszátok a következő meccset? Kálmánházára megyünk, ott mindenféleképpen szeretnénk győzelemmel hazajönni. Ez a nap a kupa sorsolásról szól, de beszéljünk egy picit most már a bajnoki sorozatokról. Minden szinten elindult a vármegyében a felnőtt bajnokság, zökkenőkkel vagy zökkenőmentesen? Kicsi zökkenőkkel, hiszen pont a Megye 2, Megye 3-as bajnoki rejtől 3 nappal egy Megye 2-es csapat, a Nyíri Ibrony visszalépett a felnőtt és ifi csapatával a bajnokságtól, rá egy napra pedig a Geszteríd, a szintén Megye 2. csapat, a felnőtt csapatával visszalépett a bajnokságtól, annyi, hogy ő az ifi csapatával szeretné folytatni a pontvadászatot. Ez azt jelenti, hogy hiába írtuk ki, hogy a 3x14 csapatos csoportokra a Megye 2. bajnokságunkat, mind a 3 csoportban már csak 13 csapat szerepel.
információk szerint milyen okai vannak a visszalépéseknek, létszámhiány vagy esetleg anyagi gondok? Elsősorban erre szoktak hivatkozni, igen, a létszámhiányra, illetve pontosan, ahogy említetted, az anyagi gondokra. Sajnos ennek az igazgatóságnak nincs ráhatása, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség 2011 óta azért a versenyeztetési díjak 90%-át átvállalja a csapatoktól, emellett vannak különböző TAO pályázati lehetőségek, ennél többet azt hiszem az MLS nem tud megtenni, és ennek ellenére is sajnos vannak így egyesületek, hogy nem tudják folytatni a bajnokságot. Mikor indulnak majd az ifjúsági bajnokságok? Folyamatosan indulnak a különböző korosztályú bajnokságaink, ugye az IFI bajnoksága felnőttel párhuzamosan zajlik, az U16, illetve az U14-es bajnokságok jövő héten kezdődnek el, akár csak egy pár helyen az U13-as tornák is, és lassan jövő héten már elindulnak a regionális bajnokságok is, ott ugye különböző pontvadászatokat Hajdú, Borsod, illetve Szabolcs megye szervez. Váltsunk egy picit kisebb labdára és teremre. Az elmúlt években a vármegyei igazgatóság szervezett regionális futsalbajnokságot, most mi a helyzet? Ugyanaz, továbbra is felkért minket a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy a futsal NB3-as bajnokság, férfi felnőtt futsal NB3-as bajnokság legkeleti csoportját mi szervezzük, ennek természetesen elejét eleget teszünk, és továbbra is Hajdú, Borsod, illetve Szabolcs megyei csapatokkal, 8 vagy talán 9 csapattal fog indulni, ha minden jól megy, akkor októberben az NB3-as futsal keleti csoport. A korábbi edző Drabik Péter irányításával, de átalakított játékos kerettel készül a bajnokságra az NB2-es Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az MMTK célja az, hogy az alapszakasz végén ott legyen a legjobb 4 között a D-csoportban. Augusztus 5-én kezdték el a felkészülést a Máté Szalkai hölgyek, mégpedig napi 2 edzéssel. 2 hét után napi 1-re csökkent ez a szám, szeptembertől pedig heti 3 tréninget vezényel majd a csapatnak Drabik Péter. Az elmúlt szezon gólkirálya, Drabik Panna is kipihenten vághatott bele a munkába. Egy hosszú pihenőt kaptunk, viszonylag másfél hónap volt. Az utolsó 1-2 hétben már kaptunk egy egyéni edzéstervet, ami futásokból és egy kisebb erősítésekből áll. Az edzést hosszú távú futásokkal kezdtünk, majd utána rövidebb távokat futottunk, és utána a termi edzések következtek. Úgy érzem, hogy egyre jobban összeszokott a csapat, mert sok új csapattársunk lett régi új idézőjelbe, de úgy érzem, hogy napról napra, edzésről edzésre egyre jobban összeáll a csapat, és újult erővel megyünk neki a előttünk álló szezonnak. Az edzéseken kívül nagyon sok csapatépítő vettünk részt, ahol egyénenként megismertük a másikat is jobban, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jobban megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a pályán is elő fog jönni. A játékos keret alaposan átalakult, gyakorlatilag minden poszton akadtak távozók, a helyükre érkezőkkel így szinte új csapatot kell építenie Drabik Péternek. Sajnos eddig csak egy edzőmérkőzést tudtunk játszani, Hajdúránás. Házon belül oldjuk meg, az IFI a nagy ellen játszik edzőmeccseket. Hát most ez jutott, azzal főzünk, ami van. Sajnos nehéz ellenfelet találni, ugye a megyében is több csapat megszűnt. Hogy mivel lennénk elégedett? Ha nem sérülne meg senki, úgy tudnánk lejátszani a szezont, ez lenne a legfontosabb számomra. Akik megsérültek, tudjanak visszaépülni, ez a másik legfontosabb. A harmadik pedig, hogy azért lesz felsőház, alsóház. Hát nagyon nehéz lesz a felsőházba bekerülnünk szerintem. Megpróbáljuk, ez a cél. Meglátjuk. A Szalkaiak legeredményesebb játékosa szeretné megcélozni a dobogós helyek valamelyikét a 12 fordulós alapszakaszban. Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésben sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon. A Máté Szalkai MTK mellett a Kazincz Barcika, a Debrecen U21, a Füzesabony, a Hajdúböszörmény, a Kálósemjén és a Balmazújváros alkotja a D-csoport mezőnyét. Az alapszakasz követően az első 4 helyezett a C-csoport legjobb 4 csapatával alkotja majd a felsőházat a rájátszásban. A 3 vonal alatti együttes pedig csatlakozik a C-csoport második 4-eséhez. A Máté Szalka szeptember 15-én Hajdúböszörményben kezdi a bajnokságot.
A Nyíregyháza Spartacus NB1-be jutásával a Spari második csapata az NB3-ban indulhatott el. Az eddigi tapasztalatokról Török László vezetőedzőt kérdeztük. Nagy átalakuláson mentünk keresztül, sok játékos távozott, sok játékos érkezett is, sok próbajátékosunk is volt, és úgy alakítottuk ki a keretet nagyjából az első forduló előtt egy héttel, hogy meglegyen az a 18 plusz 2 plusz 3 fő, akivel végig tudjuk vinni ezt a bajnokságot. Nem volt könnyű, mert meg kellett válni saját nevelésű játékosoktól is, de azért zömében a keretnek azért maradtak, és ugye igazolni kellett játékosokat is, és arra törekedtünk, hogy legalább NB3-as felnőtt mérkőzéseik már legyenek. És ezek is fiatalokról beszélek, tehát jelen pillanatban a keretünk 2005, 2006, 2007 és 2008-as játékosokból áll. Úgyhogy ez egy roppant fiatal keret. Az első négy mérkőzésnek a tapasztalatai, ugye az azt mondhatom, hogy minden keresztül mentünk. Eddig volt ugye döntetlenünk, volt győzelmünk, volt két vereségünk, az utóbbi két vereség, ugye két olyan csapattól szenvedtük el, akik nyilvánvaló, hogy a bajnokságért fognak játszani. Azt mondtuk a stábban, hogy nem velük kell versenyezni a tabellán, az adott mérkőzésen nyilván velük kell, de ezekben a mérkőzésekben is mondhatom azt, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztünk, mind negatív, mind pozitív élményeket lettünk gazdagabbak, mert ugye az biztos, hogy amiről az elején beszéltünk nekik, azt megtapasztalták személyesen test közelből, hogy a legkisebb hibát is. A hiba százalékot, a hibát a lehető legkisebbre kell csökkentenünk, mert ugye megbosszolja magát kegyetlenül, még ebbe az osztályba is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a srácok ezt felfogták. Vannak állandó visszajátszóink is a felnőtt csapattól, amivel ugye azzal a 3-4 fel mindig kiegészülünk. Ők majdnem szinte mindig játszottak eddig. Egy-két játékossal szoktunk még kiegészülni, amit nyilvánvaló, hogy Tímár Krisztián és stábja meghatároz, hogy esetleg kinek van szüksége rehab után felépülésre, vagy játékra, játékpercre, vagy éppen ugye azért kell játékperc, mert még ugye nem kapta meg a NBS mérkőzéseken azt a terhet, és ez teljesen normális, így működünk együtt. Az mindenféleképpen figyelemre méltó, hogy 9 játékos mutatkozott be eddig az NB3-ba, akinek eddig még nem volt felnőtt mérkőzése. 9 fiatalról beszélünk, ugye ebből a 9-ből ugye Harman Levik az egyik a kapus, másik pedig például Kalán Ádám, aki 2008-as születés, és múlt héten már bajnoki mérkőzésen játszott, úgyhogy számítunk ezekre a gyerekekre, ez is mutatja azt, hogy mi bízunk bennük, és továbbra is a célunk az, hogy fejlesszük őket minél magasabb szintre. Heti szinten mennyit edzettek? Heti szinten tartjuk azt a 7 edzést, ami kell. Ebbe ugye, mint ahogy a mai edzés is volt, a délelőtti ugye csapatrészek külön edzettek, délután csapatedzés van, de délelőttönként szerdán és kedden, szerdán és csütörtökön délelőttönként tartunk ugye poszt-specifikus képzéseket a játékosoknak. Gondolom, sokan látták a fiatalok közül a Spari-Fehérvár mérkőzés, mekkora inspirációt jelent számukra az, hogy láthatják, hová lehet eljutni. Fantasztikus élmény volt mindenki számára, edzők számára, nézők számára, főleg a helyi kis Spari fiatalok számára, és ugye az egyik karéban foglaltak helyet a Spari utánpótlás játékosai. Én úgy gondolom, hogy ebben a városban ez egy óriási nagy rendezvény volt, hogy mondjuk úgy, hogy rendezvény, és nagyon sokan kilátogattak, nagyon nagy élménnyel gazdagodhattak nem csak a legkisebbek, hanem szerintem a mi játékosaink is nyilván, hogy van egy helyszín, ahova szeretnének majd belépni, vagy abban a stadionban játszani, akár egy NB3-as mérkőzést is, hogyha esetleg úgy dönt a vezetőség, hogy beenged egy mérkőzést, az is már lehet egy lépcsőfok számukra. De hát nyilvánvaló, hogy oda el kell jutni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.